Sziasztok! Ez ismételten egy verzió információ, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt. Most csak egy ilyen rövid pár dolgot fogok bejelenteni. Kevés dolgot tudtam javítani, vagyis kijavítottam a dolgokat. Na, ez mindig nem tudom miért van. Ezt meg kell néznem pontosabban. Ez elég nagy a pozíció. Szóval, azért mert közben csináltam a... Meg fogok halni szerintem. Csináltam a Kender rendszert, hogy el lehessen ültetni. Már az a része kész, bár nem tudom, hogy még hibátlan-e. Az a része kész, hogy ültetsz ugyebár egy kendert, és az egy óra múlva megérik, de ha nem aratod le az egy óra után két órával, akkor megromlik. Tudom, hogy nincs ilyen, de hát ne legyen az, hogy legyen az, hogy kiszárad. És hogy ne legyen az, hogy tele lesz az egész pálya kenderrel. Mert különben nagyon bugos lenne, minden belaggolna. Meg lesz egy objekt is, hogyha megéri egy ilyen kis virágot, csak nem akartam azt a kendert használni, mert tudjátok, van egy ilyen objekt, ami van a CRP-n is mondjuk, az nem egy, az egy darab objekt, az a 6-8 darab, és én csak egy darabot, egy darab virágot akarok, szóval egy ilyen aloe vera-szerű cuccot raktam le, ami hogyha megérik, akkor egy virág lesz rajta, egy ilyen kinőtt virág mondjuk. Szóval innen lehet, hogy megérett, na mindegy, ez majd a jövő izéje, ez csak egy kis ízelítő. Ebben a verzióban, ugyebár kijavítottam, teleport lehet használni, nem vagyok admin. Kijavítottam a pizzériában a menüt, mert tudjátok, ott az volt kiírva, hogy per kaja, igen. Most már per menüt kell, per menüt jelz ki, ugye jól lehet használni minden vegyiság, per menü ital, per menü kaja. Aztán a fegyverboltból is egy bizniszt csináltam, a fegyvert teszel, akkor az szépen a biznisz kasszába kerül, és ki lehet rabolni ugyanúgy, mint bármilyen más bizniszt. SMS nem lehet írni admin jailben lévő embernek, vagy SMS nem lehet írni se admin jailben, se admin jailben lévő embernek. Admin jail időt most már kijelzi a per alatokban, és jobb oldalt a pénz alatt is, hogy mennyi, hány percet van még hátra. Anti-HP hack rendszert beraktam. Max HP az 100, hogyha valaki felé menne, akkor azt jelzi is adminoknak, és már intézkedhetünk is. Ezután még mi az, amit változtattam? Szerintem jelenleg ennyi lenne, lett volna, bár lehet, kiadtam pár dolgot. Ez a videó arra szolgált, hogy egy ilyen gyors információ a verziókról, mert már rég volt ilyen állapotjelzés, meg közben kis ízelítőt is közöljek a Kender rendszerről. Ne, ez már megvan, csak meg kell nézni, hogy bugos-e vagy nem. Reméljük nem lesz bugos, utána már csináltam tovább azt is, hogy le lehet aratni, meg el lehet szívni, stb. Hát ennyi lett volna ez a rövid kis bejelentő videó. Ha tudni szeretnétek több információt a SAM szerver állásáról, iratkozzatok fel, és a jövőben láthatjátok, hogy mi fog változni, mert új videók lesznek. Ha jelenlegi tartalomra is akarsz jelenlegi tartalmat is meg akarod nézni, akkor nézd meg az eddigi videóimat, abban megtalálsz sok mindent. Szóval javaslogat, hogy mi legyen a szerverben, azt is ülöm, hogy várok a videó alatt, vagy az oldalamon a tudvarihu.webközője.szerver.hu-n vagy tudvari.tk-n. Kösz, hogy néztetek, véleményeket várok. Sziasztok!